Sziasztok, Kata vagyok, ő itt Liza, és ma megtanítjuk pacsit adni. Ehhez a feladathoz szükségünk lesz sok jutalomfalatra és egy klikkerre. Gyere! Ülj le, nagyon ügyes vagy. Pacsit a legegyszerűen úgy taníthatjuk meg a kiskutyánknak, hogyha a mancsát a kezünkbe vesszük. Nem minden kutya szereti, ha a lábát tapogatjuk, fokozatosan szoktassuk ehhez hozzá. Először csak a lapockáját érintjük, és azért megy a jutalom. A jutalmazás eszköze a klikker, amit abban a pillanatban nyomok, amikor a kutya valamit jól csinál. Ehhez fontos, hogy tudja, hogy minden klik után jár egy falat. Kezemmel egyre lejjebb haladok a lábán, és hogyha látszik, hogy a kutyus ezt szépen veszi, akkor eljutok egészen a mancsáig, majd a felemelésig. Amikor a kezemben van a lába, pacsi, elkezdhetem mondani a vezényszót. A vezényszót először akkor mondom, amikor már éppen csinálja a feladatot, így fogja összekötni a hangot a cselekvéssel. Majd fokozatosan egyre előbb mondom. Pacsi, pacsi, és már kész is. Liza, pacsi. A feladatot sikeres gyakorlással, extra adag jutalommal és nagy játékkal zárjuk. Szuper, az az igaz, hogy gyere, 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 gyere. Hát ez mi volt? Ez mi volt, Tóbiás? Az az ügyes, hogy jó.